Szüreti Mulatság című kiállításra invitálták az érdeklődőket a Kapocs iskola tanulói a Városháza galériába. Szőlőt lopnak, szegények! Gyere, komám! Itt a legszebb! Tarisznyádat te leszedjen! Lépem, lopom a szőlőt, elaludt az öreg cső. A gyermekek többsége még nem vett részt valódi szüreti fesztiválon, de filmek és olvasmányok által ihletve élethűen adták át a mulatságok hangulatát. Kinek a tánc, kinek a lovasszekér ragadta meg a fantáziáját. Itt láthatók a szőlők, itt pedig egy kis ház, Vigo, és itt egy, hát egy fazék, amiben majd leszüretelik a szőlőt. Az óra elején mutattak egy filmet, és azt mondta, hogy abból lehet szedni ilyen ötleteket, és onnan én gondoltam, hogy én akkor ezt szeretném lerajzolni. A rajzok, festmények és meg annyi alkotás közül a legjobbakat válogatták ki az iskola tanárai a kiállításra. Váradiné Szép Emese, az intézmény új vezetője fontosnak tartja, hogy minél több hagyományőrző rendezvényt szervezzenek a tanulók számára. Születi hetünk volt, projekthetünk, amiből láthatnak nagyon sok alkotást, de nem ennyi volt, mert az egész iskola részt vett benne. Ide a legjobbakat hoztuk, és szerettünk volna hozni egy kis vidámságot, de nagyon fontos benne a hagyományőrzés, amit mi mindenképpen az iskolába szeretnénk visszahozni. A születi mulatságot követően decemberben advent ünnepséggel készülnek a Kapocs utcai iskolások.